Átveszi és átnevezi a 12. keleti önkormányzata 13 ezer négyzetméteres Sportmax komplexumot, amelyet MOM sportcsarnoknak hívnak a jövőben, és a kerület kezelésébe kerül, van új igazgatója is, közben elindult a hegyvidék harcosai küzdősport akadémia is a kerületben, mindezekről beszélgetünk Váci János alpolgármesterrel. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt János, hogy miért vetődött fel és miért valósult meg ennek a Sportmax beruházásnak, illetve működtetés? az átvétele? Miért került az önkormányzathoz? Hát lehet, hogy érdemes egy kicsit visszamenni időbe, hogy hogy is került hozzánk a sportcsarnok. 2006-ban, amikor a kerületnek a vezetését Pokorni Zoltánra bízták a választók, akkor ilyen helyzettel találtuk szembe magunkat, hogy gyakorlatilag elkészült 80%-ban a sportcsarnok, ránk egy feladat hárult, hogy a számláit fizessük ki. Nagyon minimális mozgásterünk volt, három-négy változtást azért szerencsére tudtunk csinálni a csarnokba, Korábban például azt tervezték a csarnok tetején, hogy legyen egy futópálya, ami tipikusan olyan tervezés, ami papíron jól néz ki, de ha valaki mondjuk novemberben megpróbált volna futni a sportcsarnok tetején, és mondjuk lecsúszik a gesztényes kertben, nyilván annak bátorlatlan következménye lett volna. Légkondicionálunk kellett az egész csarnokot, hiszen az elfelejtette a tervező megvalósítani. Illetve volt egy rész, egy 3000 négyzetméteres gödör, ahol én extrém Pályát, mountain bike pályát szerettek volna, ami szintén közgazdaságilag egy teljes nonsens volt, és oda végül is egy wellness fitness központot terveztünk, illetve még egy medencét odaépítettük, mert azt láttuk, hogy a medence az úszoda rész az nagyon alul tervezett. Uh -huh. Átvettük a csarnokot, megcsináltuk ezeket a fejlesztéseket, és kiírtunk egy nyílt pályázatot az üzemeltetésre. Akkor azt gondoltuk, hogy jobban járunk azzal, hogyha egy piaci szereplő fogja ezt az üzemeltetést végezni, aki egyébként az összes üzemeltetési nyűgöt rólunk levesz, de egyébként befizet az önkormányzat kasszájába üzemeltetési díjat, amiből mi majd a beruházáshoz kibocsátott kötvénynek a kamatait tudjuk fedezni. Lásd a nagyságrendeket évente egy ilyen üzemeltető mennyit fizetett be az önkormányzatnak? Olyan 100 millió körül összeget uh -huh. befizetett nekünk, ami a kamat törlesztést vagy a kamatoknak a fedezetét egyébként adta is. Tehát ez egy jól működő konstrukció volt, aztán a konstrukció gyakorlatban kevésbé működött jól. A vége az lett, hogy megszűnt ez az üzemeltetési szerződés, kiírtuk kétszer is pályázatra a, sportcsarnokunkat, már majdnem sportmax csarnokot mondtam szinte én is, és miután mind a két pályázat eredménytelen ekkor döntött úgy az önkormányzat, hogy átveszi ennek az üzemeltetését, létrehoztunk rá egy 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő üzemeltetési céget, a hegyvidéki, hegyvidéki sportcsarnok és sportközpont Kft-t, ennek a cégnek találtunk egy kompetens, agilis, ügyes ügyvezetőt, és átneveztük a csarnokot is egyébként MOM sportcsarnoknak. Miért neveztétek el? Én azt gondolom, hogy minden a gesztenyes környékén, a Csörsz környékén, a Momról a néhai magyar optikai művekről szól. Nem véletlenül van ott a MOM Park bevásárlóközpont. Néhány évvel ezelőtt felújítottuk a MOM kulturális központot, <coughs> az a gesztenyes van. Adta magát, hogy ehhez a brandhez ez a márkához kapcsoljuk az új sportcsarnokat, pontosabban az újraindított, újra pozícionált sportcsarnokunkat is. Azt, hogy átvegyétek, annak gondolom ö, nyomos indok játszott közre az, hogy ebben az intézményben naponta igen sok hegyvidéki polgár is megfordul. Arról vannak statisztikák, hogy hányan, mennyien használják a kerület lakói közül? Több, mint a fele az embereknek a 12. kerületben a hegyvidéken él. De valójában, ami <coughs> felgyorsította az általás átvételt pontosabban, szinte kényszerpályára is az állított minket, az az, hogy két olyan albérlője a Sportmaxnak elment, akik egyébként az ő bevételi struktúráiknak egy jelentős részét képezték. A Fitness Wellness bezárt novemberbe, és nem működik azóta sem, illetve egy egészségügyi szolgáltató is 24 óránből kipakolt és elment, szerintem ez még valamikor szeptemberben lehetett, tehát múlt év őszén. Égető volt, hogy átvegyük, és egyébként ennek a részegységeknek az albérleti szerződéseit el is készítettük szeretnék bátorítani minden tévénézőt, aki fitness klubot szeretne üzemeltetni, vagy wellness hogy keresse az önkormányzat honlapján a kiírást. Szerintem jó eséllyel ez a kiírás még ezen a héten meg fog jelenni. Tehát azt a 3000 négyzetméteres wellness részt azt piaci alapon szeretnénk pályázaton megkérdetni és üzemeltetni. De én azt olvastam, hogy kineveztétek az intézmény élére a korábbi judós és sportpromóter szervező Burani Csillikot és mint azt nyilatkozta volna, hogy már a fitness részlet kiadásával is jó, jól haladnak a tárgyalások. Tehát vannak érdeklődők. Érdeklődők vannak. Érdeklődők vannak, de... Ez biztosítaná a bevételnek egy jelentős részét. Jelentős részét Én azt gondolom, hogy a, nekünk minimum 15 ezer euróval kell számolnunk per hó, amit befizetnek a, az önkormányzat kasszájába, pontosabban az üzemeltető cég kasszájába. Nagyjából, a kamatok további fizetése miatt. Így van. Pontosan. Meddig van ez a kamatteher, hány, hány évig kell még önkormányzatnak nyugni ezt. A, a kamatteher azért sokáig fenn fog állni, hiszen a tőkét azt majd csak 2020-ba kezdjük el törleszteni. Tehát ez egy elég hosszú távú elkötelezettség, ezért is segít például nekünk nagyban az a konszolidáció, illetve az, hogy a magyar állam átvállalta a hegyvidéki önkormányzat adósságállományának 40%-át. Ezek jóval kevesebb teher lesz majd rajtunk itt a következő 15-20 évben. Ö, ha már szóba került, hogy az agilis intézményvezető mi volna itt a legfontosabb és elsődleges cél a momcsarnokkal? Azért mondhatjuk azt, hogy ha jó bérlőt valami valamifajta fitness templomá is lehetne ezt tenni? Szerintem a minőségi szolgáltatás az a legfontosabb a szempont. Azért az utóbbi egy-másfél évben például az Uszodának a minősége az jelentősen romlott. Szerintem nem jöttek a bevételek az üzemeltető oldaláról, és emiatt a költségeknek a. a a kiadásoknak a faragásába fogad, és ez nem jó. A 12. kerületben ezt nem engedhetjük meg magunknak itt az emberek ahhoz szoktak hozzá, hogy minőséget kapjanak, és ezért természetesen minőségi árat is hajlandóak fizetni. Tehát egy tisztább, jobban karban tartott, szebb létesítményt szeretnénk üzemeltetni, illetve a rendezvénycsanok részébe, ott sokkal több programot kell behoznunk. Könnyű zenei eseményeket, koncerteket, kiállításokat, nagy sporteseményeket. Nyáron ki fogjuk cserélni például az ajtókat, ami borzasztó fontos, mert most a befogadó képesség ennek a rendezvénycsarnok résznek az kb. 1500-1700 ember. De egy ajtó cserével akár 2500-2900-ra fel lehet vinni ezt a számot, ami egy teljesen más távlatot nyit meg a rendezvények piacán, sokkal jobb, sokkal profitábilisabb rendezvényeket tudunk majd hozni, hogyha az új ajtók bekerülnek. Egy ilyen komplex sportcsarnokot, sokfunkciós funkciós sportlétesítményt ma Magyarországon egy önkormányzat mm. tud nyereségesen működtetni, véleménye szerint? Szerintem minimális nyereséggel lehet üzemeltetni. Körülbelül 520-550 millió forintot kell a piacról behozni, hogy ez önállátó legyen. Egyébként a terv az, hogy az első évben még be kell rakni ebbe pénzt, Részben azért, mert ugye kiestek ezek az albéreti egységek, aminek a bevétel kiesését valakinek pótolnia kell, illetve azért is kellett beraknunk pénzt a 2013-as költségvetésből, mert van egy olyan eszközállomány, sportszere, sportszerek, sporteszközök, sportpadló, sportpályák, bútorok, egyéb dolgok, amit nekünk <coughs> egyébként is meg kellett volna vennünk, ezeket most használtam, fogjuk megvenni a korábbi üzemeltetőtől. Beszéljünk egy kicsit, a napokban volt egy másik fejlesztés, ugye a Csaba utcai Küzdősport Ebben hogyan vett és vesz részt az önkormányzat, és miért állt oda elmegy a kezdeményezés meg? A Szabadidősport Központ tulajdonában van ez a kis létesítmény. Évek óta gondolkodtunk, hogy mit csináljunk vele. Korábban működött ott egy fitness klub, ami elég csúfos véget ért, hiszen úgy zárt be, úgy tűnt el az üzemeltető, hogy ráadásul még ott hagyott egy olyan kifizetetlen gázszámlát, ami ott a társaságban lezárták a gázt. Tehát az od nagyon oda, oda a fitnessen nincs szerencséje a hegyvideg. Nincsen. Hát szerintem ez egy nagyon nehéz, nagyon nehéz iparág, sokan lelkesen, lelkesen valójában felkészületlenül belevágnak ebbe, majd amikor a valóságba találkoznak, akkor rájönnek, hogy ez a sport szeretetnél azért egy kicsit többől szól, ez egy ugyanolyan kemény üzleti műfaj, mint nem tudom, farmer nadrágot gyártani, Én. vagy benzinkutat üzemeltetni. Most a hegyvidék harcosai nem fognak így járni azért. Nem fognak, nem lesz. fognak, mert egy olyan konstrukciót dolgoztunk ki, hogy a reggeli délti órákban a hásének, a hegyvidékesének az utánpótlás sportolói használják a helyiséget, illetve a mindennapos testnevelés programban résztvevő a környeken élő iskolák diákjai tudják használni a klubot, délután és este pedig a küzdősporti a szerep. A szakmai munkát egyébként a volt világbajnokok elővívó nagy csontörő János viszi. Igen, és ott volt az átadáson Simics Kósnak, aki szintén nem, nem, nem idegen tőle. Hát a egy kung fuba egészen, egészen elképesztően igen. Na most ezt csak azért kérdezem, hogy itt az önkormányzat egyébként magában az akadémiában is Benne van is érdekelt? Nem, nem. A, a Küzdősport Akadémiát üzemeltetők bérleti díjat fizetnek nekünk, uh -huh. de olyan konstrukciót dolgoztunk ki számukra, hogy megoszlanak a költségek, részben mi használjuk a sportközpont által a termet, Részben pedig, az előbb elmondtam, ők használják. Viszont tehát minden, ez mindkét fél számára előnyös házasság? Ez egy, ez egy előnyös kapcsolat, szerintem nekik is biztonságot nyújt, hogy egy ekkora teremnek a nyűgje és a, a rezsi fizetés és a béleteti fizetési kötelezettsége az nem olyan elviselhető nagy, tehát tudnak növekedni, tudnak szép lassan és fokozatosan tervezni, és egyre több embert a klubba majd behozni. Alpolgármesként, sportközgazdaságként is kérdezlek, hogy ö, társasági adó ö, támogatásból 2013-ban a kerületben milyen pályázatokra, milyen beruházásokra, milyen lehetőségekre számítatok, mi az, amit valószínűleg sikerül megcsinálni? Hát három utánpótlás programunk van, a gyerek, fociban van fiú, lány, illetve van vízilabda utánpótlás programunk, tehát arra mindenképpen pályázunk 13-ba. Egy elég szerencsétlen volt a 12-es év, hiszen az lesz a fejkótát, pontosabban a gyerekekre elszámoltó pénzt csökkentette, ezt mi elég későn vettük észre, ezért most mindenképpen észre szeretnénk lenni. Azt vettük észre, hogy nekünk egyébként a TAO bevételek főleg decemberben, december végén érkeznek, tehát majd az év végén egy nagyon jó programot kell letennünk az asztalra, hogy a környékbeli vállalkozások ezt attraktívnak találják, illetve TAO-ból vagy nem tao gondolkodunk abba is, itt is már több körben tárgyaltunk, hogy a Csilebércen lévő kfk a foci felújítjuk, teljes mértékben rehabilitáljuk, ott létrejöhetne egyébként akár már az év második felében egy labdarúgó utánpótlás központ, aminek szerintem páratlan adottságai vannak. Szóval ez a kerületé lenne. Igen. Azt uh, utolsó utáni kérdés, mert tényleg a végére értünk. Ugye nemrég korvbal Európa Kupa döntő volt ebben a Sportmaxból lett momcsarnokban. Uh, milyen nagy eseményre pályáznátok? Van valami olyan álmatok, hogy egyszer ami fantasztikus döntőt kéne itt rendezni? Van-e Nincs ilyen konkrétan megfogalmazott rendezvény, ami, ami azt mondom, hogy na ezt mindenképpen ide kéne hozni. Sok jó minőségi rendezvényt hozzunk, és a sportcsarnok alkalmas arra, hogy nem csak sportrendezvényeket, hanem zenei koncerteket is tudjunk hozni. Ebbe kell majd erősítenünk mind a két vonalon. Veszteségekben szegény és veszteségtől mentes működést kívánok nektek. Köszönöm, köszönöm szépen.